Átadták a Duna felett átívelő Magyarországot és Szlovákiát összekötő nagy teljesítményű távvezetéket. Az 1980-as évek óta most először építettek folyamkeresztező távvezetéket az országban. Az ünnepélyes átadáson Bicók András, a Mavir ZRT elnök vezérigazgatója ismertette, a most áthúzott távvezetékek fontos szerepet töltenek be az európai villamos energiaellátásban. Ez a hálózat Portugáliától Törökországig tart, és minden egyes részét, minden egyes változását mindenki automatikusan megérzi. Mi nem csak önmagunkért vagyunk felelősek, hanem alapvetően az egész európai hálózatért mindannyian közösen. És ennek azt gondolom, hogy ez a két szlovák vagy a három szlovák magyar összekötő, ez pontosan ezt támasztja alá. Magyar oldalról talán még egy különlegesség, ami ide kapcsolódik, hogy a kelet-magyarországi ellátásbiztonsági helyzetet a megváltozott termelői infrastruktúra kapcsán még inkább kiemeli ez az összekötés. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki beszédében kiemelte, a beruházás magyar költségvetése 13 milliárd forint volt, a távvezetékekkel pedig javul majd a közép-európai villamos energiaellátás. A miniszter kitért arra is, hogy Magyarország és Szlovákia között komoly kereskedelmi forgalom is van. Tavaly, amikor a világgazdaság mélyrepülésben volt, két ország közötti kereskedelmi forgalom így is meghaladta a 10 milliárd eurót. Szlovákia a harmadik számú kereskedelmi partnerünk, és a magyar tőke harmadik legfontosabb célországa is Szlovákia. A legfontosabb cél most az a két kormány számára, hogy a két ország közötti összeköttetéseket minden lehetséges területen fejlesszük, legyen szó közlekedésről, vagy éppen energiáról. Igor Matovics, szlovák miniszterelnök helyettes elmondta, a két ország között több összeköttetés is van, a mostani távvezetékkel pedig még szorosabbá vált a kapocs Magyarország és Szlovákia között. Én az országaink közötti összes kapcsolatot, összeköttetést olyannak veszem, mint a jelképes kezeket, akár útról, akár hídról, vagy akár vezetékről van szó, amely elektromos áramot visz az egyik vagy a másik ország felé. Ezek kezek, amelyek összekapcsolódnak, és azt mutatják, hogy együtt haladunk, együtt vagyunk, és közös kapcsolatunk van egymással. A Gönyű és Bős közötti másfél kilométeres, valamint a Sajóivánka és Rimaszombat közötti 23 kilométeres távvezetékkel két ponton kötötte össze a két ország a távvezetékét, ezzel pedig biztonságosabbá teszik a villamos energia ellátást és elősegítik az elektromobilitást.